Teleki Béla nyugalmazott pedagógus, a nógrádi Fülekpüspöki község szülötte. Bár a katedrától néhány éve elbúcsúzott, máig aktívan tölti mindennapjait. Életét a családja mellett a Csemadok tölti ki, melynek 1970 óta tevékeny tagja. A 50-es évek elnyomása után, mint hogyha egy vulkán szabadult volna ki, és ez nem csak Fülekpüspökibe volt, és Fülekpüspökire volt jellemző, hanem a környékre egyáltalán. Mindenki lelkesen végezte a tevékenységét, nem kellett senkinek könyörögni, nem kellett megkérni. Ez egy olyan közösség volt, akik számára természetes volt, hogy a Csemadokban dolgoznak, hogy tenni akarnak valamit. Én egy ilyen közösségbe, aktív közösségbe csöppentem bele, és számomra is az volt a természetes, hogy ott voltam, amiben tudtam, segítettem. Ifjúként az alapszervezet akkori elnökének, Molnár Tibornak a munkáját segítette, kinek hatalmas szerepe volt a színvonalas szervezet kiépítésében. 1989-ben bekövetkezett halála után Teleki Béla vette át az alapszervezet irányítását, és ezzel együtt az akkor már országos hírnével rendelkező Palóc Néptánc Együttest, melynek több mint 10 éven keresztül volt kitartó és lelkes vezetője. Mindig mondtam, hogy az elnök megteremteti a feltételeket szervezésileg és egyéb módon ahhoz, hogy egy tanccsoport jól működjön. De az igazán egy tanccsoportnak a eredményességét, a színvonalat, az mindig a koreográfus tudja biztosítani. A Nagypalócnál a koreográfusok azok legtöbbször Magyarországról jöttek, de hazaiakkal is dolgoztunk. Például, hogy a legnagyobbat említsek, Hégli Dusan is tanított egy táncot a Palócnak, mégpedig az Ipolymentit. Ő tanította, aztán Takács András, Bendi bácsi ugyancsak tanította. Később megalakult az Apró Palóc Néptánc Együttes is, mely a nagyobbak utánpótlás csapatát képezte. Teleki Béla a táncmozgalmon kívül több területen is működik. Nevéhez fűződnek az író-olvasó találkozók, az anyáknapi ünnepségek, a falunapok műsorainak szervezése, a Magyar Szabadságharc évfordulóinak a megünneplése. Történelmünk egyik legszebb fejezete a március 15-e. Nem véletlen az, hogy a világ magyarsága megünnepli New Yorktól egészen Sydneyig, hiszen kifejezi a szabadságvágyunkat, ugye, az elkötelezettségünk, a nemzeti függetlenségre való törekvésünket. Én úgy éreztem a kezdetektől fogva, amikor Csemadok elnök, hogy ez kötelességünk megszervezni. Az utóbbi 6 vagy 8 évben javasoltam a szurdokpüspöki testvéri község polgármesterasszonyának, hogy tartsuk ezt közösen, hiszen határok nem választhatnak szét bennünket. Ez a közös ünnepünk, és ő azonnal ráadt, azóta felváltva 2 évenként vagy náluk, vagy itt nálunk tartjuk. Bár mindig én úgy gondolom, van egy főszervező, aki megszervezi, irányítja, elképzeli ezt az egész rendezvényt. De ez közösség nélkül nem megy, vezetőség nélkül. Még a legkisebb rendezvényhez is ott van mögötte a közösség, akik segítenek egy-egy rendezvény megszervezésébe. Tehát nem egyedül, nem önmagam csak, de együtt csináljuk az egészet. Többször szorgalmazta és oroszlán része volt a Fülekpüspöki Promúzika női kar megalakulásában és elindulásában, akik 2010 óta eredményesen működnek. Teleki Béla szervez, fényképez, dokumentál. Ő a Csemadok Fülekpüspöki Alapszervezetének pénztárosa és krónikása is. 2012-ben a Csemadokban végzett kitartó, folyamatos és önzetlen szervező és irányító munkájáért megkapta a Nógrád közművelődéséért díjat. Azt mondja, a kultúrát a génjeiben hordozza. Fabri írja, hogy csak az él igazán, aki másokért is él. Én élek a Csemadokért is. Hát hol? Itt a helyem, mint pedagógusnak, ugye? A magyar kultúra ápolása, megőrzése, az örökség átadása, ez mindannyiunk kötelessége. És én ennek vagyok elkötelezettje.